Elnök úr hogyan értékeli a projekt jelenlegi helyzetét? Azt kell mondanom, hogy Zala megye számára egy fontos beruházásról beszélünk. Nem csak az értéke nagyon nagy, mármint pénzben, hanem a jelentősége is, hisz ezen a részen, a Hetés, Köcsej, Muraköz, Muravidék találkozásánál nem volt egy ilyen minőségi szálláshely, és most ezt az űrt, azt gondolom, ez az építkezés betölti. Nem konkurenciája természetesen a meglévő fürdőknek, hisz azok már régóta működő, jól beágyazott marketinggel működnek, de egy mást kínál. Ez a más pedig abból adódik, hogy földrajzilag egy bizonyos helyen van, közel Horvátországhoz, Ausztriához, Szlovéniához, és hát az előbb említett tájegységeknek a hagyományos gasztronómiáját is meg lehet mutatni. Összességében Zala megye számára egy fontos beruházás. Azt gondolom, hogy Hévíz és Zalakaros mellett már Lenti az a harmadik település, amellyel nyugodtan büszkékelhetünk, mint a termálturizmus egyik legfontosabb zászlós hajója a szálloda. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy már foglalásokról is beszámolhatunk. Igen, gyakorlatilag a szeptemberi időszakra már országos konferencia foglalása történt meg, és magánszemélyek is foglaltak. Azt is lehet látni, hogy a fürdőbe érkező vendégek, annak ellenére, hogy csak az építkezést látják és semmiféle reklámot, ilyen tucatnyi névjegykártyát adnak itt a portán, azzal a szándékkal, hogy mihelyest megépül a szálloda, akkor várják az értesítést. Ez azt gondolom, hogy a legjobb reklám, amikor a vendég saját maga jelentkezik, hogy szeretne majd itt egy pár éjszakát eltölteni. Nem csak a város számára lesz, és ez azt gondolom jó, hanem a környező kis településeknek is, hisz az ott lévő történelmi múlt, az ott lévő hagyomány bemutatása az ideérkező vendégeknek biztos, hogy fontos lesz, és ez, ha úgy fogalmazunk, élettel fogja megtölteni a kis településeket, netán még munkahelyeket vagy bevételi forrásokat is eredményezhet. Én azt látom, hogy jó ütemben halad az építkezés, nyáron voltunk itt, és abba bíztunk, hogy télen, mire megjön a rossz idő, olyan állapotok lesznek, hogy bármilyen időjárás jön, nem fogja hátáltatni az építkezést. Azt látom, hogy tavaszra be tudjuk fejezni teljesen, ki lehet nyitni a kapukat. Igény érkezett már hozzám már most konferencia megrendezésére. Én azt gondolom, az Zala megye egyik legnagyobb konferencia termés szállója lesz ilyen szempontból, egy óriási hiánypótól, és remélem, hogy folyamatosan teltházzal tudjuk majd üzemeltetni. Történt egy sajnálatos baleset is az építkezés során nemrégiben, amit a média felkapott. Mit tudhatunk erről? Legelőször is azt tudnám erről mondani, hogy a média sokkal jobban ezt a balesetet felnagyította, mint amilyen jelentőségű ez volt. Itt valójában az történt, hogy volt egy autós daru, tehát nem egy torony daru volt, hanem egy autós daru, tehát egy teherautó platóján volt egy daru, és az itt levő dolgozóknak az elmondása szerint, ezt én magam nem tudom, de az itt levő dolgozók elmondása szerint, a daru az gyakorlatilag a szálloda felé állt, súlyt egyébként nem emelt, és magának a darunak a kezelője, ez viszont ezek a hidraulikus kitámasztó lábakat felhúzta, úgyhogy a daru viszont nem volt nyugalmi állapotban. És mivel felhúzta a hidraulikus kitámasztóit az autónak, ezért a daru tulajdonképpen elbillent, úgy, hogy az autót is egy kicsit elfordított a 45 fokos szögbe, és tulajdonképpen nekidőlt a szállodának. Tehát azért itt nem arról volt szó, hogy rászakadt egy toronydaru a szállodára, hanem egy autós daru eldőlt, és nekidőlt a szállodának. Maga a kár egyébként nagyon minimális lett, igazából a szigetelés sérült meg, és a szigetelést kellett újra kipotolni, illetve a festés, tehát a homlokzatnak a festése sérült meg, ezért újra kellett színezni a homlokzatnak egy részét. Mekkora befogadó képességgel fog rendelkezni az új szálloda? Hát a szobaszámot nézzük, akkor ugye 94 szoba lesz a szállodában, pontosabban 92 szoba és 2 lakosztály, és hogyha teltház lesz, és mondjuk minden szobában ketten laknak, illetve esetleg pótágy a gyerekeknek, akkor azt lehet mondani, hogy a szállodának körülbelül olyan 200 körül van a maximális befogadóképessége, az egyidejű befogadóképessége, tehát itt van a befogadóképességének a határa, és tulajdonképpen erre méreteztük a szállodának az egyéb létesítményeit is, tehát például mondjuk az étterem is 200-250 fő tud befogadni, illetve a konferenciaterem is 200-250 fő befogadására képes. Hogy áll a személyzet toborzása? A személyzet toborzása az folyik, jelenleg a közévezetők kiválasztása folyik,
ahogy már korábban is mondtam, több mint 200-an jelentkeztek az állásokra, a közévezetőknek is olyan 50-60-an jelentkeztek. Na most ugye ezeknek a meghallgatás is egy rendkívül igényes folyamat, még ha nem is minden jelentkezőt hallgat meg az ember, de ha csak a 60 jelentkezőből 36 hallgat meg, az is egy rendkívül igényes. Jelenleg a közévezetők egy része, vagy aki annak jelentkezett, akit úgy ítéljük meg, hogy alkalmas lehet erre az állásra, lehívjuk ide lentibe, megmutatjuk nekik maga a beruházást, hogy miről szól ez a beruházás, és egy interjút készítünk velük, tehát egy elbeszélgetés zajlik velük. Most ez folyik, immáron 2 hete, és úgy gondoljuk, hogy ez január elején be fog fejeződni, és körülbelül január közepére összeállhat az a közévezetői csapat, akit a szállodában szeretnénk alkalmazni, és ha ez megvan, akkor kezdődik az egyéb munkavállalóknak a kiválasztása, tehát január közepétől, és úgy gondoljuk, hogy a csapata a szállodának a teljes körülbelül 44-45 fős munkatársi gárdája az február végére fog felállni. Honnan várják elsősorban a vendégeket, tervezik-e további attrakciók vonzerő kiépítését? Elsődlegesen ugye Magyarországról és külföldről várjuk, hogyha le akarnám egyszerűsíteni. A külföld alatt a német nyelvterületet értjük, elsősorban Ausztriát értjük, ott látunk olyan potenciált, ami megítélésünk szerint ide a szállodába be tudunk hozni, és hétköznapra is be tudjuk hozni, mert ez is egy nagyon fontos, hogy ne csak hétvégén legyenek vendégeink, hanem hétköznap is, tehát hétfőtől csütörtökig is legyenek vendégeink. Egyébként tervezünk további attrakciókat is itt lentiben megvalósítani, illetve a fürdőn is, de most egyelőre erről nem beszélnék, mert ezek még egy távolabbi tervek, de azt tudni kell, hogy mi már készültünk arra, már tavaly készültünk arra, hogy legyenek olyan csomagajánlatok kidolgozva, amit majd itt a szálloda vendégeknek kínálni tudunk, ami itt a lenti és térségének, illetve a környéknek az értékeinek a bemutatását jelenti, illetve az is kalkulálunk, hogy valószínűleg a szomszédos Ausztriában, Szlovéniában, illetve Horvátországban lévő turisztikai értékeket is majd meg fogjuk mutatni a szálloda vendégeknek különböző turisztikai programcsomagok keretében. Hogyan történt a szálloda nevének kiválasztása? Fontosnak tartottuk, a szállodának az elnevezés egyébként Thermal Hotel Balance lesz. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a Thermal Hotel az, tehát ne hotel legyen csak, hanem Thermal Hotel, hiszen maga a Thermal Hotel az már meghatározza azt a témát, amit ez a szálloda nyújtani tud. És a Balance név az pedig azért került kiválasztás, mert próbáltunk egy olyan nevet találni, ami egy kellemes hangzású, könnyen megjegyezhető, és mindenkinek mond valamit, tehát mondjuk egy külföldi vendégnek is mond valamit, és egy külföldi vendég is könnyen meg tudja jegyezni. A legfontosabb kérdés, mikor várható a nyitás? Nyitás tavasszal, pontos időpontot még nem tudunk mondani, hiszen ennek a ténye még a szakhatósági igazolásoktól is függ, hiszen nem csak a szállodáról beszélünk, hanem a gyógyfürdőről is, és ott a vízjogi, illetve ANTS engedélyeket be kell szerezni másrészt a szállodára, de az úgynevezett 4 csillagos minősítést is igazolni kell.